Új arc az edzőknél, legalábbis a kívülállók számára, a tolnai kajakosoknál. Tegyük hozzá gyorsan, a versenyzők többségének nem kis örömére, mert hogy Lőrincz Bencét, mint úszás oktató pedagógust, testnevelőt, edzőt már megismerték korábban. Mindössze 2 perc leforgás alatt számunkra is egyértelművé vált, több okból is kötődnek hozzá a gyerekek, és ez számára újdonsült kajak utánpótlás edzőként bizony nagy segítség, hogy mi hamarabb sikereket érjen el. Bence már azért eddig is benne volt a tolnai kajakkenu sportban. Az alapmotiváció az volt, hogy az úszás világától valamilyen szinten elköszönjek, egy picit lazítsak az úszással való kapcsolatommal, illetve az úszás oktatással való kapcsolatommal, és több éves unszolásra igen mondtam most a Barina házaspárnak, és melléjük segédként, segédkezve egy külön csoporttal érkeztem most. Ezek a gyerekek összekapcsolódtak a kajakozás világába, gyakorlatilag tavasszal ültek hajóba először, és most már mondhatom azt, hogy jó néhány dobogós helyezéssel, éremmel, kupával zárhatjuk a nyarat. Sikerült Lőrincz Bencét megtalálni, aki helyben van, egyetemet végzett, testnevő tanár, nagyon ügyes, szeretik a gyerekek, és hát évekkel ezelőtt mi már megismertük, mert úszásoktatást tartott a gyerekeknek, nyári táborokban részt vett, úgyhogy sikerült beiskolázni, elvégezte a kajakkenu edzőit, képzést és úszóedző is, tehát egy nagyon jó fiatal emberre lehetünk. Az új tréner elsődleges feladata a gyerekek általános testi képességeinek megalapozása, miközben szeretné elsajátítani a számára etalonnak számító Barina edzőházaspártól a szakma iskolapadban nem elsajátítható mesterségbeli fogásait. Ők már azért jó néhány világbajnokot, Európa bajnokot sikerült csináljanak. Ez még előttem áll, remélem, hogy sikerekkel fogom venni én is ezt az akadályt, vagy ezt a szintet, de egyelőre megpróbálom megalapozni olyan szinten a gyerekeknek a képességeit, hogy erre ők később tudjanak építeni. Most nagyon fontos az alulról építkezés. Az utóbbi időben ugyanis különböző, egyébként respektálható okból több már sikeres eredményeket hozó utánpótlás korú tolnai versenyző abba hagyta, vagy éppen eligazolt. Hát elvesztettük a legjobbakat, akkor volt, aki megsérült, a Heisser-Aniza, nagyon sajnáljuk, nagyon ügyes volt, minden számában dobogon volt az OB-n. Na most ezeket a gyerekeket pótolni kell, mert nem mindenki válik be, ezt milliószor megéltük, nem mindenkiből lehet élsportoló, nincs kitartása, és mindig újabbakat és újabbakat kell bevonni a sportágba. A klub által szervezett idei nyári táborban 120 zömében teljes újonc vett részt, közülük 20-an már is jelentkeztek abba a táborba, amit a múlt hónap végén a már igazolt versenyzőknek tartottak a tolnai kajakkenu klubnak. De megesett, hogy szeptember elején lesznek újabb kezdő jelentkezők éppen a nyári tábor hatására. Szükséges a hátország további építése amiatt is, hogy legyen kellő létszám a csapathajók, a párosok, illetve négyesek kialakításához, ami már zajlik is a klub házatáján. Most a hétvégi és a jövő hétvégi bajnokság is vannak négyesek, minikajak négyes, K4-es, tehát ez mindennapos. Egyre jobban támogatja a szövetség is a csapathajós edzéseket, versenyeket. Az egyik új reménység a korábbi sikerek folytatásához a fácánkerti horvát Emőke, aki egyébként már korábban belekóstolt a kajakkenuba. Akkor nem igazán akarta ennek versenysportos változatát űzni, de az idén mégis úgy döntött, bevállalja az ezzel kapcsolatos kemény edzésmunkát és a versenyzést is, mert hogy jó adottságai vannak ebben a sportágban, amit kár lenne veszni hagyni. Télen volt egy jó alapozásom, és ugye azután éreztem, hogy azért van fejlődés bőven. Nyilván ugye van még mennyit fejlődnöm, de most egész jó szinten vagyok ahhoz képest, ahonnan indultam, mert én elég későn kezdtem a korosztályomhoz képest. A vidékbajnokságon párosban is elég jó helyet, és most egy 6. helyet 2000 méteren is össze tudtam szedni. Szóval ez egész jó, de ugye mivel maraton az kicsit jobban tetszik, és közelebb is rá, ugye oda meg kevés a gyakorló verseny. És mondjuk ez egy pont jó, hogy jövőre felkészüljek, és tudjak gyakorolni versenyeken. A cél érdekében egyre hosszabb távokon fog edzeni, versenyezni a fácánkerti kajakos, hogy jövőre már tényező tudjon lenni a magyar bajnokságokon. Hova tovább? A világversenyekre kvalifikáló hazai válogatókon. Egész jól bírtam most már a nagyobbakkal is a távot, tehát hogy mentünk 20 kilométert, most a válogató verseny is egy 18 kilométeres táv lesz. Tipikus maratoni alkat vagy? Hát, alapból alacsony vagyok, tehát annyira ez úgy nem, de elég jól megy, tehát kiszállás, beszállás már úgy, ahogy, de majd alakul.
Elég nagy szó, de igen, egy VB-re vagy EB-re ki szeretnék jutni, de az, hogy jövőre, vagy esetleg pár év múlva, az még kérdéses. A három edző nem egymás alárendeltségében, hanem felmenő rendszerben is, éppen egymás mellé rendeltségében azonos rangban dolgozik. Az idén fél évszázados születésnapjához érkezett tolnai kajakozás nem csupán fennmaradásáért, hanem az újabb sikerkorszakok eljöveteléért. Látva azt a nyugalmat, összefogást, egymás megértését, segítését, ha kell kisegítését, ami a versenyzők, edzők, szülők között évtizedek óta megvan, nos, ez a közeljövő remélt eredményességének igazi fundamentuma.